Már is kint a vízből, amint feltűnik a kamera, mindent kíváncsian megfigyel a sóstózó fiatal oroszlán fókája. Hamarosan Fucsovics Marci is felbukkan kezében labdával. A kisebb úszólábúakat gyorsan hátra terelik, hogy helyet adjanak a nagyobbaknak. Hozzájuk érkezett ugyanis most a teniszező. Egész pontosan Ginóhoz, akit szombaton fogadott örökbe. De nem fogja kiarakni? Nem, ha megnézed, ez fókaharapás biztos. Tehát, hogy köszönjük, hogy ezt választottad a sugallatunkra. Akár csak egy jó szülő gondosan figyel minden részletre a sportoló. Ki akar így a kezedet, az számára jel, hogy ide kell adnia, és akkor belejti a kezedbe. Aha. Még egy utolsó útbaigazítás, aztán jöhet is a játék az első közvetlen találkozás előtt. Gyorsan le is nyűgözi tudásával a fóka a teniszezőt, aki nagy állatbarát. Nekem is van állatom, imádom az állatokat. Nyíregyházi vagyok, régen gyerekkoromban rengeteget jártunk ki ide. Édesapám segített egyébként ebben az örökbefogadásban. Nagyon örülök, hogy a fókára esett a döntés. Sok helyen jártam már szívöldökbe, sok fókasót láttam, és most is volt szerencsém benne, nagyon élveztem. A bemutató után jöhetnek az ajándékok. Két labdát is hozott magával a sportoló, az egyik ráadásul lyukakkal teli, hogy halakkal megtöltve még csalogatóbb legyen az állatok számára. Mennyi halat összünk meg ide? Nagyjából fejenként a nagyok most olyan 10-12 kilót, a kicsik 8-9-et. Nyilván ez nyári időszakban kevesebb. Hamar megtalálja Gino a játékot, neki is lát kiszabadítani belőle az eleséget. Közben a parton is folyik a munka, a másik labdát is megtisztítják a rajta lévő ragasztóktól. Ez azért fontos, mert minden idegen dolog megzavarhatja a fókákat, akikkel egyébként minden nap legalább 4-szer tréningeznek a fizikai és mentális egészségük fejlesztése érdekében. Nagyon-nagyon fognak neki örülni, Gino kifejezetten, hiszen ő rendkívül szereti a labdás játékokat. Van olyan fókánk, aki kevésbé kedveli, ő mondjuk mozgásformákkal, ugrásokkal szokta szórakoztatni magát, de Ginónak például a kedvence, de mindenki nagyon fog neki örülni, hiszen azzal, hogy halat, tehát a kedvenc eledelüket rakjuk bele, gyakorlatilag önmagukat jutalmazzák meg azzal, hogy játszanak a játékkal. Hatalmas örömet okoztál nem csak a fókáknak, de a fókatrénereknek is, hiszen nincs annál boldogabb, hogyha tényleg egészséges mentalitással rendelkezik egy állat. Örökbefogadó oklevelünk is van, és reméljük, hogy máskor is egy tavaszi nyári időszakban megnézed, hogy hogyan is játszik majd Gino az ajándékoddal. Köszönöm szépen! A fókasó medencéjénél mostantól tábla hirdeti, nevelő szülőre talált Gino a 15 éves kaliforniai oroszlán fóka. Ő egyébként középkorúnak számít, fogságban ugyanis 25-30 évig élnek ezek az állatok. Noha Marci keveset van itthon, ha csak ritkán is, de rendszeresen látogatni fogja a játékos fókát.